A Karinti Frigyes AMK általános iskola diákjai élménybeszámolót tartottak a múlt héten. A gyerekek a határon túli magyar laktat területekre látogattak el. Az Apácai Közalapítvány idén határtanuló címmel pályázatot hirdetett. A program célja az volt, hogy támogatásával a 2011-12-es tanévben 15 ezer iskolás lépesse át a határokat és fedezhesse fel a magyar lakta területeket. A pályázat nyertesei között volt a Karinti Frigyes AMK általános iskola is. Ennek köszönhetően több mint 1 millió forint kormányzati támogatásban részesült. Így a hetedik évfolyam 43 tanulója, öt tanár kíséretében járhatta be három nap alatt Szlovákia magyar lakta városait. A diákok megtekinthették azokat a gimnáziumokat, melyeknek falai közt Mixát és Petőfi tanult. Láthatták Rákóczi sírját, Márai szülőházát és még sok más nevezetes helyet. A diákok a kirándulás során úti naplót is írtak, és ezekből az élményekből tartottak beszámolót november 18-án diáktársaiknak, szüleiknek és a meghívott vendégeknek.